Hihetetlen India. Jó ideje ezzel a szlogennel reklámozzák a kontinensnyi országot, amely több mint 1 milliárd ember és egyben a hindu vallás otthona. Valóban, nincs az a gazdagság és szegénység, szépség és csúfság, szélsőségesen szellemi és testi, önzetlen és önző, ami Indiában ne lenne fellelhető. A mindenség kicsiben, a valóságon inneni és túli különös keveréke ez a föld, ahol a hit a mindennapi élet szinte valamennyi szeletét áthatja. Akár jelképesnek is felfoghatjuk, hogy éppen indiai tudósok voltak, akik az ókor messzi homályában valamikor régen megalkották a nulla és a végtelen fogalmát. Hindu filozófia ez a javából. Se alapítója, se olyan vezetése, amelyik meghatározná, milyen szabályokat kell követniük a hívőknek. A hinduizmus nem az ellentéteket keresi más vallásokkal és filozófiákkal, nem harcol ellenük, hanem azt nézi, ami közösségbe kapcsolja velük. A kozmikus erőben, a világegyetem lelkében való hiten alapul, amelyet Brahmannak nevez, és önmagában létezőnek, abszolútnak hirdet. Minden létező belőle részesül, az emberi lélek is tőle, belőle származik. A hindu ember legfőbb célja, hogy egyesüljön ezzel a kozmikus erővel azáltal, hogy saját lelke feloldódik az egyetemes lélekben. A régi ember szoros függésben volt a természettől, ezért tiszteletének elsődleges tárgyai maguk az elemek voltak. Mindaz, ami az indiaiak életét meghatározta, így kapott megszemélyesítést. Indra az esőjé, Ganga a Ganges folyójé, Szúria a napé, Csandra a holdé. A középpontban azonban mindig is Brahman állt és maradt. Az alaktalan abszolútumot azonban nehéz megérteni, így idővel három részre osztották a létezés három szakaszának megfelelően, amely a teremtéssel, a megőrzéssel és a pusztulással azonosítható. Mert ennek a háromnak van alávetve a világ valamennyi létezője. Legyen szó egy csillagról, egy mikrobáról, vagy éppen magáról az emberről. Mindennek van eleje és vége, ez egy univerzális törvény. Sajátos hindu szent háromság ez. A hinduizmus korán sem egységes vallás, sőt, ellentmondásoktól sem mentes. Nem egy olyan kert, amelyet kertészek hoztak létre, és utódaik évszázadokon keresztül gondoztak, ápoltak, alakítottak, hanem buja dzsungel, amelybe gondolkodók, szentek és proféták megpróbáltak ösvényeket vágni. Ebbe a felfogásba belefér, hogy istennőként tisztelik országuk földjét, amelyet India anyának neveznek, és templomot is emelnek neki. Általában sáfrányszínű száriba öltözött nő alakként ábrázolják, ám Varanasiban egy márványtömbökből kifaragott térkép formájában látjuk viszont. Minden évben tömérdek zarándok, köztük sok beteg és haldokló utazik a Gangesig abban a reményben, hogy ha isznak a vizéből és megmerítkeznek benne, megszabadulnak bűneiktől. A folyó lelket tisztító hatásába vetett hit vizének hűsítő erejéből fakad. Számos hindu szokás alapul azon a meggyőződésen, hogy az erő azonos a hővel, és ha az erő gonosz, vízzel lehűtve hatását veszti. Hisznek abban is, hogy ha a Ganges partján hamvasztják el testüket és hamvaikat a vízbe szórják, nem kell többé újjászületniük, lelkük végre megszabadulhat. Azt mondják, Varanasi a legrégebbi város a világon, és amióta csak létezik, hoznak ide holttesteket, hogy ezen a szent helyen égessék el. A hit szerint maga Vishnu és Shiva rendelték ezt így.
Naponta körülbelül 150 égetés történik a Ganges partján, szinte folyamatosan, de délutántól késő éjszakáig egyre több helyen csapnak föl a vöröses lángok. A maradványokat a Gangesba szórják, a résztvevők pedig szintén megfürdenek a folyóban, hogy megtisztuljanak. Bizony sokan vannak, akik öregen, betegen elhagyják családjukat és idejönnek Varanasiba, hogy itt fejezzék be életüket a Szent folyó mellett, hogy minél nagyobb esélyük legyen kilépni a halál és újjászületés körforgásából. Azoknak az özvegyasszonyoknak, akik nem akarnak családjuk terhére lenni, az egyik kolostor szomszédságában olyan házat alakítottak ki, ahol nyugodtan várhatják a megváltó halált. Működőképes anarchia. Állítólag így jellemezte az egyszeri amerikai nagykövet az indiai közlekedést. És valóban, buszok és autók, motorok és állatvontatta járművek, riksák és tuktukok megszámlálhatatlan sokasága robog az utakon, láthatólag minden különösebb szabályozás, kressz nélkül. Talán a piros lámpát komolyan veszik, de sokszor azt sem. Mégis működik a dolog, és gyalogosként is túlélhető ez a csodálatos káosz, legalábbis többnyire. Ahogy mondják, a forgalom nem áll le senkiért, mert dzsungel ez, de igazi zebrák nélkül. Aki egy kicsit is megtapasztalta ezt az élményt, alig ha lepődik meg azon, hogy az indiaiak kitartóan hisznek a reinkarnációban, a halál utáni életben. És ennek a fantasztikus káosznak a közepén ott állnak, fekszenek, vagy épp méltóság teljesen andalognak, a szent tehenek. De miért is szent a tehén? Indiában minden állat szent, még ha ez elsőre nem is látszik az emberek viselkedéséből. A szent állatok különös panteonjának díszhelyén pedig ott látjuk a tehenet, amelyet édesanyának is neveznek. Tiszteletének kialakulása ősrégi időkre és nagyon is gyakorlati okokra nyúlik vissza. Amikor még éppen csak elkezdődött a földművelés, egy család gazdagságát pénz hiány kizárólag állatainak számában lehetett mérni. Olyan vagyontárgyá vált, amivel bármit meg lehetett szerezni, minden adót ki lehetett fizetni, és még a papoknak adott adományként az üdvösséget is garantálta. Bizony sokan vannak Indiában, akik emberként megirigyelhetnék a tehenek előjogait. A kasztrendszer a hindu kultúra legismertebb sajátossága, amely még ma is nagy részt meghatározza az egyén lehetőségeit. Ennek az eredete is a régmúltba vezet vissza. A fémek felfedezése és használata elindította az addig vándorló törzseket a letelepedés és társadalommá válás útján, amely magával hozta a feladatkörök differenciálódását. Lett egy vezető, akit Rádzsának hívtak, ez van a Maharadzsa szóban is, akinek lettek segítői, miniszterei egy-egy terület felelőseként. Majd egyre fontosabbá vált a kereskedelem a települések között, így erre is szakosodtak néhányan. Katonákra pedig mindig szükség volt, hogy megvédjék a lakókat. A modern India hivatalosan elutasítja a kasztrendszert, a mindennapokban azonban továbbra is létezik. Maga Gandhi is szívügyének tekintette a sudrák helyzetének rendezését, és őket Isten gyermekeinek nevezte. Ma pedig az általánosan bevett kifejezés rájuk a Dalit, ami eredetileg elnyomottat jelent. A nagyvárosokban ma már kisebb a szerepe a kasztoknak, de vidéken még mindig ez a legfontosabb. Eltitkolni sem nagyon lehet, a családnévből általában következtetni lehet a származásra. Egy munkahely megszerzésében ez fontosabb lehet, mint a tudás és a tapasztalat, de a magánéletben is szerephez jut.
A hindu emberek alapvető meggyőződése a létezés folyamatossága, ennek következtében pedig a reinkarnáció, az újjászületés. Mindaz, amit teszünk, meghatározza a következő életünket. Ezek a cselekedetek alkotják meg a karmánkat. Ugyanakkor az élet nem csak a múlt következménye, hanem lehetőség is a jövőre nézve, hogy egyre följebb lépjünk a tökéletesség útján. A halál csupán annyi, mintha a lélek ruhát váltana, a cél pedig, hogy az ember lelke végül egyesüljön a kozmikus lélekkel. Aminek meg kell történnie, megtörténik. Nem fatalizmus vagy beletörődés ez a hinduknál, hiszen az előző életek árnyéka rávetődik a mostanira és meghatározza a következőt. Halál és újjászületés körforgása ez, amelyben embernek lenni, bármilyen is az életminőségünk, nagyszerű dolog. Hiszen a léleknek sok millió újjászületésre van szüksége, amíg eléri ezt az állapotot. A rossz cselekedettel a visszalépést kockáztatjuk. A leprások és valamennyi állat ezt szenvedi el. Természetesen nem könnyű ezen az úton járni. A gazdagság, a siker, az önzés, a féltékenység komoly kísértések. Ismerős gondolat? Könnyebb a tevének átjutni a tűfokán, mint a gazdag embernek bejutni a mennyek országába, tanította Jézus. Az indiaiak életében ezért sincs komoly stressz. Ha valamit nem sikerül elérni, befejezni ebben az életben, a következő majd alkalmat ad rá. Ez a gondolkodásmód teljesen idegen a nyugati vallás és filozófia számára. És ha már a gazdagságról beszélünk, India nem csak a lemondás, az aszketizmus, a nyomor és a nélkülözés földje, hanem a mérhetetlen vagyonoké is. A magyar nyelvben is használatos a mogul szó, amely tekintélyes, befolyásos, szinte egyeduralkodói hatalommal bíró szemét jelent. A kifejezés eredetét nem véletlenül Indiában, a hajdani nagy mogul császárság területén kell keresnünk. Az agrai vörös erődben járunk. Bábur, Akbar, Jahangir, Shah Jahan és Aurangzeb éltek itt, és az egész országot innen irányították. A legnagyobb állami vagyont, kincsek garmadáját tartották itt. Nagykövetek, utazók és sok ország legmagasabb méltóságai látogattak el ide, akik mind részt vettek India történelmének alakításában. Agra 1558-ban lett főváros. A palota komplexumot 8 évig építették, és 1573-ban készült el. Közel 1,5 millió ember dolgozott rajta. Ebben az időszakban téglából és vörös homokkőből építkeztek, erről kapta nevét is az erőd. Amikor már védelmi célok helyett inkább a fényűzést szolgálta, az uralkodók fehér márványra váltottak, amit arannyal és féldrága kövekkel díszítettek. Az erőd alaprajza félkörívet zár be, amelynek egyenes szakasza a Jamuna folyóval párhuzamos. 2,5 kilométer hosszú és 21 méter magas fal veszi körül. Ezt egy 12 méter széles vizesárok választja el a szintén 21 méter magas belső faltól. A dupla erőd falakat masszív kör alakú bástyák, lőrések, ablakmélyedések szakítják meg.
Diváni Ám a közmeghallgatás terme. Az egyik leghangsúlyosabb épületegyüttes az erődben. Itt szóltak a néphez és hallgatták meg a panasztevőket, az európai követeket. A nagy alapterületű, de viszonylag alacsony építmény egy emelvényen áll. A csúcsos mogul íveket finoman faragott oszlopok tartják. A Musamman Burj palota együttesnek az építése 1637-ben fejeződött be. Shah Jahan építette felesége Mumtaz Mahal számára. Ő maga itt raboskodott haláláig saját fia Aurangzeb fogságában. A nyolcszögletű torony tornácait finoman csipkézett márványrácsok szegélyezik. A monda szerint ennek erkélyéről nézte felesége síremlékét, a szintén a Jamuna folyó mentén fekvő Taj Mahalt, amely a síremlék építészet megkérdőjelezhetetlen csúcspontja. De nem csak a legnagyobbak engedhették meg maguknak ezt a fényűzést. Rajasztán legnagyobb palotáját az Udaipuri uralkodók építették. A várost India Velencéjének is hívják különleges fekvése miatt. A tóparti úgynevezett városi palota építése 1559-ben kezdődött. Udvarok és teraszok, folyosók és kertek, magáncélú és hivatalos helyiségek sokasága az, amiben a látogató elveszhet itt. A legenda szerint az építkezés helyét Uday Singh Maharadzsának egy remete mutatta meg, amikor vadászat közben erre a helyre tévedt, és őt imába merülve találta, majd áldását kérte. A mai komplexum gyakorlatilag 11 kis, egymástól többé-kevésbé szeparált palotából áll. Gránitból és márványból épültek a falai, belső gazdagságát erkélyek, tornyok és kupolák sokasága, a legfinomabb kőfaragások, tükör és üvegmunkák, kecses és aprólékos falfestmények, ezüst és drágakő díszítések adják. Kékváros, Jodhpur urainak gazdagsága ugyancsak mesébe illő. A Mehrangarh erőd impozáns látvány, ahogyan a környék legkiemelkedőbb pontjáról 122 méter magasból uralja a várost és környékét. Neve azt jelenti, a napisten erődje. 1459-ben kezdték építeni. Jodhpur uralkodói azonban nem csak életükben, hanem halálukban is kedvelték és elvárták a pompát. Ennek bizonyítéka az erődtől is belátható távolságra fekvő, csodálatos szépségű mauzóleum. A hihetetlen kézügyességről árulkodó faragások és drágakő munkák. A márványból emelt építmény ragyogása a napfényében igazi misztikus hangulatot varázsol az uralkodók temetkezési helyére, amely egy csodálatos kertet és egy kicsiny tavat is magában foglal. Bár a hinduizmus vezető szerepe elvitathatatlan, India lelkiségében más vallások is fontos szerepet töltenek be. Ezek közül az egyik legfontosabb a jainizmus, amely a leginkább aszketikus valamennyi közül, és a Krisztus előtti 6. század környékén vált ki a hinduizmusból. A nevét adó szanszkrit jina szó győztest jelent. A legenda szerint 24 nagy tanítója volt, közülük az utolsó kettő létezése tekinthető bizonyítottnak. A jainizmus célja nem az abszolút istenség dicsőítése, hanem az anyagi világtól való teljes és tökéletes elszakadás megvalósítása. Napjaink jainizmusának alapítója, a 24. tanító Mahavira, hasonlóan Buddhához,
Nemesi családban fényűző körülmények között élt körülbelül 30 éves koráig. Onnantól kezdve azonban elvetette mindezt. Mesztelenül járt. Nem aludt, nem evett, nem ivott, nem mosdott. Amennyire egyszerű életet élt az alapító, épp annyira pompás viszont a vallás legfőbb temploma Ranakpurban, és ugyanennyire gazdag maga a közösség. A dzsainisták teljes erőszakmentességet hirdetnek, minden élő tiszteletét. Elvetik a kasztrendszert és a brahmanikus szertartásokat. A nirvána elérésének útja szerintük a hosszú és intenzív meditáció, evés és ivás nélkül, ami után a lélek elhagyja a testet. A dzsainok az egyszerű vegetarianizmuson túllépve semmi olyan növényt nem esznek, ami a növény életét veszélyeztetné, mint például répát, hagymát, krumplit. Sokuk olyan komolyan veszik az élet pusztításának tilalmát, hogy az utcán járva tollseprűvel tisztítják meg a helyet, ahová lépni fognak, hogy nehogy véletlenül rálépjenek valami élőlényre, és a szájukat, orrukat betakarják ugyanebből a célból. Hogy Indiában mennyire meghatározó a vallás, jól mutatja, hogy a dzsainizmusnak még az ország függetlenségi harcához is komoly köze van. Igen, az erőszakmentes küzdelmet meghirdető Mahatma Gandhi maga is a dzsaina hitet követő családból származott. Ügyvéd lett, de személyében megtapasztalva a hátrányos megkülönböztetést, élére állt az indiaiak függetlenségi törekvéseinek, amely mögött a megkérdőjelezhetetlen szabadságvágy állt. Bár a függetlenség 1947-es kikiáltását megérte, a vallásilag megosztott új ország belső feszültségei számára is végzetesek lettek. 1948. január 30-án Új-Delhi házának kertjében egy fanatikus hindu nacionalista férfi agyonlőtte. India sokszínű vallási egyvelegében a szikeknek is fontos helyük van. Alapítójuk Nanak Guru Lahore mellett született a mai Pakisztán területén, és gyermekkorától kezdve az elmélkedésnek szentelte magát. Egy alkalommal 3 napra eltűnt, és mindenki azt hitte, hogy vízbe fulladt. Visszatértekor ezek voltak az első szavai: nincs olyan, hogy hindu vagy muszlim, kinek az ösvényét kövessem, tehát Isten ösvényét fogom követni. Ezzel azt akarta kifejezni, hogy minden vallás igazsága ugyanaz. A vallások között fennálló, külsőségekben megnyilvánuló különbségek nem lényegesek. Összegyűjtött tanításai a szikek szent könyvében, az Adi Granthban, vagy más néven Granth Sahibban olvasható, az őt követő 9 másik guru szavaival együtt. Ez az egyetlen szent könyv a világon, amelyet maguk a vallás alapítók állítottak össze. A szikek könnyen felismerhetők színes turbánjukról. 6 méter hosszú anyagból tekerik össze minden egyes alkalommal újra és újra, amikor viselik. Ahogyan mondják, külsőségeikben az 5K jelenik meg. A kés, ami azt jelenti, hogy hosszú hajat hordanak, amit sosem vágnak le. A kanga, ami egy fafésű, ezzel tűzik fel, tartják ápoltan a hajukat. A kacsha, ami a ruházat alatt viselt fehér rövidnadrág, a puritánságot és a szerénységet szimbolizálja. A kará, ami egy acélkarperec, a karika az örökkévalóság, az acél pedig az erő és a puritánság jelképeként, és végül a kirpán vagy kard a jellegzetes görbepengével, ami arra figyelmeztet, hogy az igazságért kell harcolni a gyengék és az elnyomottak védelmében. A főistenektől a szent tehenekig, a fővárostól a párházból álló faluig, a Krisztus előtti 3. évezredtől napjainkig terjedő utazásunk természetesen csak néhány jellegzetes képet, talán nem is mindig a legfontosabbakat villanthatta fel India életéből. Egy biztos, aki többet szeretne tudni erről a világról, vendégszerető és nyitott szívű embereket fog találni ezen a földön.